37 fordulót már lejátszottak a labdarúgó NB2-ben, de a 38. forduló dönt majd arról, hogy a feljutás már korábban kiharcoló Puskás Akadémia mellett melyik csapat jut fel az NB1-be. A képlet egyszerű, hazai siker vagy döntetlen esetén a jelenleg második Balmazújváros, vendéggyőzelem esetén pedig a most harmadik helyezett Kisvárda vált osztályt. Ősszel Kisvárdán a Balmazújváros nyert 1-0, de sem abból a mérkőzésből, sem az elmúlt meccsek eredményeiből nem lehet kiindulni, mivel egy ilyen téttel bíró mérkőzésen számos tényező befolyásolhatja a végeredményt. Ezt a forgatókönyvet már megjósoltuk a felkészülés elején. Amikor volt a téli anket, talán vissza tudunk rá emlékezni, akkor jeleztem, hogy az utolsó fordulóban a Balmaz ellen fog dönteni a helyezésekről minden, és hát ez így is alakult. Én úgy érzem, hogy ha bár az elmúlt időszakukban végén már, illetve a bajnokság ellenén is fáradtabbak voltunk, tavasszal most kétszer ugye vereséget szenvedtünk, az őszi szezonban kétszer szintén vereséget szenvedtünk, most ez a leeresztés nem történt meg, sokkal motiváltabbak a játékosok, amely ebben a pillanatban érthető, és azt is látjuk, hogy nagyon elszántak. Tudjuk, hogy a Balmaz is, ezért egy nagyon jó mérkőzés elé nézünk. Én azt érzem, hogy mindkettő csapatban azonos erények vannak, talán a mi szempontunkból hátrány, hogy a Balmaz hazai pályán saját közönsége előtt óriási várakozások mellett lép majd pályára, de viszont az egy nagyon nagy motiváció nekünk, hogy az őszi mérkőzést nagy fölényünk ellenére sikerült nekik megnyerni, és ezért mi mindenképpen revansot szeretnénk venni. Én úgy is érzem, hogy meg fogjuk nyerni ezt a mérkőzést. Balmazújvárosban óriási az érdeklődés a mérkőzés iránt, és a kisvárdai szurkolók is elkapották a számukra biztosított 300 jegyet. A hazaiak edzője Feszkó Tamás elmondta, mindenképpen győzelemre játszanak majd a feljutást eldöntő meccsen. A döntetlenben nem gondolkodunk, csak a győzelemben gondolkodunk. Ugye köztudott volt már hetek óta, hogy ez a mérkőzés fogja eldönteni a feljutó kérdését. Készültünk. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nekünk, én azt mondtam a fiúknak, az utolsó két mérkőzésünk olyan, hogy a Puskás és a Kisvárdán, ami mind tévés meccs, mind óriási rangadó, mind presztízs mérkőzés. Úgyhogy nagyon jó mérkőzésre van kilátás, aki kilátóra biztos, hogy jól fog szórakozni, és nagyon bízok benne, hogy hazai ünneplés lesz a végén. A Balmazújváros-Kisvárda mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Soroksár-Szolnok, Mosonmagyaróvár-Vác, Siófok-Csákvár, Nyíregyháza-Spartakusz-Cigánd, Dorog-Szeged, Grosics Akadémia Békéscsaba, Ceglét-Sopron, Budaörs Puskás Akadémia és Zalaegerszeg-Kozár-Misleny.